aki nem csak a Startus főcím zenéjére kapja fel a figyelmét, meg a fejét, hanem mondjuk az előző 20 másodpercben is figyelt, annak sok újdonságot nem fog tudni elárulni. Új műsor indul itt az ATV-n, Csisztó 24 címmel, és két vendégem is van, Csisztó Zsuzsa természetesen, és Csábi Zsolt főszerkesztő, szervusztok! Még mielőtt belekezdenénk a beszélgetésbe, most gyorsan nézzünk is meg egy rövid részletet az egyik adásban. Lehetett látni, hogy ő ezt komolyan gondolta. Tehát itt neked be kell fékezned, hogy ő beférje. Mi van? Ez csak nem az, amit imádok. De. Bohém Rhapsodia, nem? Rhapsodia. Ez nagyon állat. Zsuzsát, amennyire kivettem itt a trióban, egész jó hangod van. Jó, hát azért, legyeket triógatni, biztos lehet vele. Valami, hogy mondjam, tehát nem teljesen fa, maradjunk ennyiben, de inkább használnám az egy beszédre a jövőben is, hogyha lehet, mint hogy itt a Csisztó 24-ben is. De hát természetesen ez a szituáció is azt mutatta, hogy elég felszabadult hangulat zajlik ezeken a forgatásokon, és ami a legfontosabb, hogy a vendégeim elég felszabadultak, ez is a cél. Mindig ennyire ilyen? Mennyire sikerül a vendégeket megnyitni? Meg mi a fő cél egyáltalán? Az abszolút laza, könnyed szórakoztatás, vagy megpróbálni picit mélyére menni annak az adott celebnek, aki éppen a vendég? Hát igazából a felszínt kaparjuk, és én azt szeretem a legjobban, amikor olyan vendégeket hívunk, akik így dörzsölődnek, tudod? Tehát eleve ugye férfinő. Tehát megvan az az alaphangulat, hogy ugye jöttök ti érzelmekkel vagy megpakolt puttonyaitokkal, és akkor mi ezt levesszük, tehát nagyon erőzékenyen. Miért nincsenek érzelmekkel megpakolva? Milyen nem nyilatkozhatok mindenki nevében. És a jelenlévők mindig kivételek, tehát jövünk, vagy jöttek a kis puttonyaitokkal, és mi ezt levesszük, tehát nagyon erőzékenyen lesegítjük, és egy az egybe a szelektív hulladékba. Tehát mindenfajta átmenet nélkül, és mivel ez megvan mindig, ezért mindig van egy ilyen alapfeszültség. De azért kellene tagadni, mert volt olyan vendégünk, vagy vendégeink, akik már hazafelé az autóban már nem voltak annyira jóba, mint mikor érkeztünk. Na, az viszont egy érdekes kérdés, hogy amikor már nincsenek annyira jóba, mert össze voltatok zárva 24-48, nem tudom hány órája, és 24 óra alatt... 24, bocsánat. Igen, köszönöm. 24 óra alatt lazán meg lehet unni, megutálni valakit egyébként. Akkor is forgattok még? Nem akarunk, vagy... tehát hogy mondjam, nem akarjuk őket összeköltöztetni hosszú távon félért, és ne essék, tehát itt semmiféle új párkapcsolati, hogy mondjam, indítást nem szánunk a műsor nyomán. Nem, itt kifejezetten az a cél, hogy nyilván mind a kettő önmagában is érdekes ember. A műsor alatt vannak interakciók csak egy-egy vendéggel is, tehát amikor az egyikkel vagy a másikkal beszélgetünk, és annak van egy extra hatása, például az utazás során, vagy mondjuk a közös vacsora alkalmával, amikor ebben a műsorban hárman beszélgetünk együtt, és tényleg vannak, hogy mondjam, olyan szituációk, amikor kiderül, hogy valakinek vagy elfogyott-e már a türelme, vagy teljesen más gondol arról a fontos kérdésről, mint az egyik. És hát komoly elméleti vitákba is keveredünk, úgyhogy valóban a felszínt kapargatjuk, de azért nagyon-nagyon mélyre hatol sok esetben a beszélgetés. Néha meglepő módon egyébként azt gondolom, hogy a legváratlanabb helyzetekben is. Egyszerűen az a nagy igazság, hogy azért ilyen hosszú időn keresztül nem lehet színészkedni, vagy ahhoz valami nagyon kitűnő színésznek kell lennie az illetőnek. Le szokott hullani általában a lepel, meg hogy sokféle szituációban beszélgetek az emberekkel, meg a vendégeimmel, előbb-utóbb azért mindenkiből kijön az, hogy tulajdonképpen milyen személyiség is ő. Itt az a cél, és ugye ez is egy fontos dolog, hogy egy napra valóban ellazítsam a vendégeket, tehát hátrahagyjuk a stúdiólámpás, kicsit olykor feszült, vagy sok esetben akár másokat stresszelő légkört. Egy napra kiveszem minket a munkából, és elviszem, hogy jól lazuljanak el. Egy dolgot nem lazítunk, az pedig a szánk. Hogyan döntitek el, hogy éppen ki lesz a két vendég? Ez, amit mondtam, ez nagyon fontos, hogy férfinő, ugyanis kibékíthetetlen az ellentét, tehát ez tényleg egy ilyen alapfeszültséget, és ezt én imádom, amikor már eleve úgy jönnek, hogy már tudom, hogy... Direkt választatok olyan párosokat, akik lehet, hogy nem túl jól passzolnak? Igazából igen, de azért ők sem ma jöttek,
a hetessel, tehát ők is tudják, hogy azért kivel működnének, meg kivel nem, de ha van egy ilyen nagyon vékony mezsgye, tudod, ahol el tudsz lavírozni, hogy talán még ők beszélni fognak, annak ellenére, hogy jó viszonyban voltak az elején, akkor én azt mondom, hogy oké, most túlzok. Uh-huh. Természetesen akkor is úgy van, hogyha meghívjuk őket, és mondjuk utazunk az autóban, az mindig egy ilyen felmelegítő szakasz, tudod, akkor úgy összeszoknak, akkor már lehet látni, hogy délután ki fog majd belemenni ebbe vagy abba, ki lesz az, aki majd kezdeményez. Aztán van egy ilyen átmeneti időszak, az a wellness szakasz, ha úgy tetszik, akkor már érlelődik a vacsora, ugye akkor megyünk bele a komolyabb témákba, és akkor már a wellnessben lehet tudni, hogy nagyjából a vacsoránál mi lesz a felállás, és az be is szokott jönni. 0-24-ben megy a kamera? Vagy mindig van mondjuk 2 óra, akkor mindenki tudja, hogy most forgatáson, utána van fél óra szünet. Tehát hogy működik? Nincsenek, ha arra gondolsz, nincsenek megtervezett szituációk. Tehát mi ilyen szempontból nem reality csinálunk, nem is cél az, hogy reality legyen, mert hogy azért abban azt gondolom, nagyon sok a megrendezett helyzet, tehát úgy reality, ez nem az. Tehát itt tényleg arról van szó, hogy megy a kamera. Amikor úton vagyunk, amikor beszélgetünk, amikor bemegyünk a vízbe, amikor beülünk a mondjuk egy masszázs szobába, és odaülök a vendég mellé, akkor igen, tehát semmiféle terv ilyen szempontból nincs, és azt gondolom, hogy ettől valós a helyzet. Igen? Csak annyit még, hogy ez például, amit a Zsuzsa mond, ez abszolút igaz, és ezt nagyon benéztük munkaigényben. Tehát én azt gondoltam, hogy mi majd elveszünk a medence, szauna, szolárium, arany háromszögben, tehát hogy minket ott nem érhet baj, ott jó leszünk. De ezt úgy képzeld el, hogyha nem vagyunk 2 napig, a lábunkat be nem tudjuk tenni sehová. Tehát itt voltak ilyen legendák, hogy ez a stáb, ez így ilyen hát szerelnek, szövődnek, gyerekek születnek. Semmi. Ugye semmi. A harmadik nap délelőttjén van egy olyan pillanat, amikor mondjuk ott állok egy fecskébe, és ugranék egy talpast, amikor szólnak, hogy indulás. Tehát ott van egy ilyen erős 40 percem, és utána jövünk. Na most már így, hogy mindenki retteltesen sajnál titeket, hogy mennyi nehéz dolgotok van. Ennek a nehéz munkának a gyümölcs, akkor ma este ugye az első adás, 21:40, ha jól tudom. Igen, és még valami, ami elindult bejátszás, ez az autós. Ezt a Zsuzsának a Facebook oldalán és az atv.hu majd meg lehet nézni az adás után. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen. Aki tehát nem bírja estig, akkor nézheti ezeken az oldalakon, de szerintem érdemes lesz megnézni az első műsort mindenképpen, úgyhogy tartsanak velünk ma este, és egyébként pedig péntek van, úgyhogy mi más tehetnék mindenkinek. Nagyon kellemes hétvégét kívánok, viszontlátásra!